csak így tudom, hogy minden egyes bál a szívében, ahol egy nyitott Faust fekszik, ahol egy Don Carlos emitt az undorító véres papírok közé préssel. Tudom, melyik bálában nyugszik, mint valami sírban. Goethe és Schiller. Melyikben Nietzsche? Mert én minden bálába egy értékes erekét temetek, hogy kényelmes fackok legyen a könyveknek. Hanta a történet főszereplője papírhulladékból bálákat készít. Mindenféle papírt össze kell préselnie, de van, amit nem szívesen tesz meg, a könyveket sajnálja. Bohumil Hrabal Túlságosan zajos magány című műve 1976-ban kisregénynek íródott. Magyar kiadásban a Gyöngét barbárokkal egy kötetben jelent meg. A mű nem minden előzmény nélkül született meg, Hrabal 1954. októberétől 4,5 éven át az állami hulladékbegyűjtő vállalat egyik prágai üzemében dolgozott, ott szerzett élményei, tapasztalatai megjelennek írásában. A kisregény adaptációja kifejezetten a Móricz Zsigmond Színház számára készült, a szövegkönyvet Ivo Krobot írta, aki egyben rendezője is a darabnak. A színmű a főszereplő Hanta magányáról szól, aki nem csak gyűjtögeti, hanem el is olvassa a könyveket, így akarva, akaratlanul művelt lett. A könyvek kapcsán fejt fel mindent, és mindent, ami gondolatokat és érzéseket, ahogy ő mondja, 35 év alatt az agyába préselt. És azok teljesítették ki az életét. Az mindent, amit eddig az emberiség összehozott, szépséget, irodalomban, tudományban, filozófiában, valamiben, és hogy ezeknek az eltűnéses megsemmisítése nem érdekes. Nem érdekes. Ki szeret itt már Hegelt, vagy ki lelkesedik Nietzscheért, vagy valami ilyesmi, vagy Schiller, Goethe, na is, szemétbe. És hát ezek tönkreteszik az ő lelkét. Amiképpen egy gyárszennyezte folyóban is megcsillámlik egy szép haltestet, azonképpen a hulladékpapír áramában is felragyog egy értékes könyv gerince. És én elvakulva a nagy fényességtől egy pillanatot más felé nézek, aztán kihalászom a könyvet. Azután a homéroszi jóslatot követve elolvasom az első olyan mondatot, amelyen megakad a szemem. Csak ezt árrakom a könyvet a többi pazar leletem közé. Egy szent képet kell Bélel dobozva. A túlzajos magány őrzi a kisregény monológ jellegét, a főszereplő szinte végig színen van, elbeszéléseit, visszaemlékezéseit, a színpadon mozgalmas jelenetek elevenítik fel. A színdarab Béli Hanta visszatérő mondata, 35 éve dolgozom a papírbegyűjtőben, és ez az én love story-m. Különös véletlen. A főszerepet játszó Horváth László Attila éppen 35 éve dolgozik a színházban, Ivo Krobot pedig szintén pont 35 éve rendezte az első Hrabal művet Prágában.